A FIBOSZ által szervezett Fiatal Vállalkozók Hete programsorozat célja, hogy hasznos tanácsokkal, érdekes előadásokkal inspirálják a kezdő vállalkozókat, illetve segítséget nyújtanak a hazai és nemzetközi kapcsolatépítésben is. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének tagjai 18 és 40 év közöttiek lehetnek. Országos szinten jelenleg több mint 40 ezeren alkotják ezt a közösséget, ebből körülbelül 160 a Szabolcs megyei vállalkozó. Az ebbe a korosztályba tartozók vissza nem térítendő állami támogatásokra is pályázhatnak, amely több millió forintos segítséget jelentenek vállalkozásuk elindításához. Volt egy ilyen, főleg a hölgyek körében, amikor volt a 3 millió óra lehetett igényelni, ugye vissza nem térítendőre, ott nagyon sok például, a kozmetikus fodrászat is, ilyen szépségszalonokat, ezekre pályáztak, de igazából tényleg nagyon sokrétű. A szolgáltatásokat, a különböző termékek előállítását nagy részben vállalkozók végzik Nyíregyházán is, illetve nagy arányban vesznek részt a foglalkoztatásban is, közölte a város alpolgármestere. Ebben az ágazatban is fontos az utánpótlás. Akár a családi vállalkozást viszik tovább a fiatalok, akár új vállalkozásba fognak. Jászai Menyhért kiemelte, Nyíregyháza ideális választás lehet a fiatal vállalkozók számára. Nyíregyháza lakosság száma növekszik, a nyíregyházi korfa jobb, mint az országos átlag, tehát mondhatjuk azt, hogy Nyíregyháza mindig egy fiatal és fiatalos város, iskolaváros, hiszen nagyon sok középiskola működik, egyetem, tehát van utánpótlás, Nyíregyháza gazdasága növekszik, ezáltal nő a megtartó képessége, és egy fiatalnak, ha úgy dönt, hogy egy nagy vállalatnál helyezkedik el, vagy egy közepes vállalkozásnál, vagy önálló existenciát teremt, akkor lehetősége van Nyíregyházán. Tehát ez a legfontosabb üzenet, hogy Nyíregyháza lehetőségek városa, és itt érdemes akár vállalkozni is, és hát a fiatalok azok kezdeményezőképesek, innovatívak, tehát az, ami nagyon fontos, hogy egy helyi közösségben is meglegyen, azért, hogy életben legyen a közösség, és tudjon fejlődni. A kormány a 18 és 30 év közötti fiatalok és 30 év feletti álláskeresők vállalkozás indítási tevékenységéhez mintegy 40 milliárd forintos keretösszegű pályázati felhívást hirdetett meg. Az újonnan alapított vállalkozások 4,5 millió forintot kaphatnak, ezt önfoglalkoztatásra, személyi jellegű ráfordításra költhetik. Az összeg 40%-át pedig a vállalkozás indításához szükséges egyéb tevékenységek finanszírozására fordíthatják, így például eszközbeszerzésre, bérleti díjra és marketing tevékenységre.